Hello mindenki, lesz vagyok és üdvözlök mindenkit a Sims Kertvárosi Krónikák harmadik részében. Ugyebár ott hagytuk abba, hogy elküldtük Riley-t aludni. Még meg kell szoknom a nevét, és hát ez nem lesz könnyű. Mi az álma? Előléptetés. Még dolgozni már volt. Azt hiszem egyet már volt dolgozni. Mindegy is. Felpörgetjük az időt. Miki megismerése sikeres. Zuhanyozzál le. Utána pedig egyél valamit, szerintem legalábbis. Aztán pedig lassan jön, érted, a munkába menni. Hát, legalább az élet vágyai azok olyanok, hogy... egy órán belül, oké. Okay. Addig pont megkajál. Entschuldigung, Zabál. Szokás szerint, ahogy a szimeknél szokás. Na, ezt aztán jól megmondtam. Mindegy is. Na, azért meg ne fulladj. Oké, nagyon okosan el is teszi. És már mehet is munkába. Pont jó. Megint ezzel a fostalicskával. Bocsánat, ilyet nem kéne mondanom, de hát... fostalicska. Jó. Jó, ne dudálj már. Nem is csukódik be az ajtó. Minek dudál, amikor már bennül? Mindegy is. Oké, elment munkába. Az egyik vágya teljesült. Szeretném megvásárolni hévi torony, ami legalább 1800 összegbe kerül. 1800-unk nincs is. 500 előléptetés kell. Ki volt ez? Na mindegy. Mikor ér haza? 2 kor, akkor még 2 óra. És ott 2 másodperc körülbelül, és már itt on is van. Ahogy mondtam. De miért dudál? 240 Simoleon. Mi ez? Pénzt kapni 500 szimoleont, hát... nehéz lesz. Megint egyél egy kicsit utána. Aztán pedig... igazából már csak dolgoznod kell, hogy előléptessenek. Ez meg le kéne öblíteni, nem? Ez az Agora fiaskó teljesen kikészített. Azt hiszem felhívom Fiona Fortunát. Jó, csak először kajálj. Oké, okay, tedd el. Más nincs. Úgy okos vagy. Hívás Sim. Fiona Fortuna, játszint körönd 21. Oké, okay, csak 3 barátja van. Várjunk, mit kell csinálnunk? Agora úgy teljesen felhúzott, azt hiszem felhívom Fiona Fortunát, és megkérdezem, mi újság nála. Vajon dolgozik még? Telefonálás, csak telefonálás, hívás, Sim. Akkor csak fel kell beszélgetnünk kell vele. Dylan kincseit 2 héttel előtted költözött 4 sarokba. Ó, egek, Dylan. Dylan, bocsánat, Dylan Kincaid, talán. A középiskolai szerelmem, micsoda véletlen, vajon mit keres 4 sarokban? Igen. Még pletyka? Semmi gond, az exem 2 héttel előtte mérkezett a városban, nincs ebben semmi különös. Egy éretlen nőcsábász volt akkor is, és most is biztosan olyan. Bonyolódik a helyzet. Hm.
Ezt meg takarítsd el és népesítsd újra. Mondjuk lehet, hogy nem. De ezt eladjuk, mert ezzel sok a gond, úgy nézem. Nekem most nincs kedvem halakkal foglalkozni. Aztán pedig tanulj egy kis főzést. Ezt pedig eladjuk a bánatba. És a helyére odarakjuk a virágunkat. Úgy. Amúgy ott volt a könyv, de mindegy. Ki kell várnám Dylant a fejemből, már tudom is mit csinálok. Meghívom Mikey-t egy vacsorára a csillagfény kávézóba, ez majd eltereli a gondolataimat a régi szép időkről. Oké. Ha egy közösségi területre szeretnél menni, hívj telefonon taxit, ha egy másik szimet is szeretnél magaddal vinni, kérj fuvart és válasz ki, hogy kit szeretnél elhívni. Ne feledd, hogy a közösségi területet nem tudsz menteni, ha azelőtt hagyod el a területet, hogy teljesítened a történet céljait, úgy térsz vissza otthonodba, hogy a közösségi területen történt előrelépések nem lesznek rögzítve. Hát jó. Mit kell csinálnunk? Mikey inkább, mert Mikey az egy C nélkül szokták írni. Szóval Mikey meghívása a csillagfény kávézóba. Ki kell vennem Dylant a fejemből, már tudom is mit csinálok. Meghívom Mikey-t egy közös vacsorára a csillagfény... Igen. Hívj taxit majd a szim... kattints Mikey ikonjára. Oké. Pont most... jó van. Taxi hívása. Tedd le a könyvet. Pont. Riley. Elrak minden könyvet. Csillagfény, kávézó és üzletház. Válogatós, romantikus szimeknek való csodás este. Bistró stílusú kávézónkban, bőséges fogásokkal, sietsz, akkor vedd meg a legfrissebb termékeket üzletünkben. Jó van, na. Azt az egy könyvet még gyorsan összerakod, úgy. Csillagfény, kávézó és üzletház. Hát, hogy most kicsit elrontottam. Nem volt olyan, hogy szín meghívásra, de szar. Akkor megpróbáljuk még egyszer. Mi? Dehogy is. Lehet, hogy Mike is sakkozni akar velem vacsora előtt, bár középsuliban én voltam a sakkbajnok, vele azért kíméletes leszek. Oké, lássuk. Lehet, hogy vacsora előtt meg is igen. Tippolsz, hogy egy másik színmel sakkoz, csatlakozz hozzá, miközben játszik, vagy kérd meg, hogy csatlakozz, miközben te játszol. Ha jó kapcsolatban álltok magától, és leülsz hozzá sakkozni, amikor gyakorolsz. Hol a sakk? Ó, megvan. Gyakorlás. Aztán most hol van Mikey?
Elvesztettük. Jaj, falakat le. Kérem meg, hogy csatlakozzon. Így né. Milyen kellemes sakkparti. Persze leginkább dámázásra emlékeztet a stílusom, mégis annyira édes. Hóha. Isteni élete van az ételnek. Jobban teszem, ha leülök, mielőtt felfalnám Mikit. Pusztán éjségből persze. Szóval, tálalva. Annyira ingyiklandozóak ezek az illatok. Jobban teszem, igen. Tipp, ha vacsorázni szeretnél Mikivel, kattints a pultra és válasz az asztalhoz vezetést, aztán kattints egy pincérre vagy a pincérnőre és válasz a következők közül magamnak rendelni, Mikinek rendelni, mindenkinek rendelni vagy a konyhafőnök ajánlata, hogy befejezd a vacsorát, fizesd ki a számlát úgy, hogy a pultra kattintasz és kiválasztod a fizeti pontot. Szóval, kísérjék asztalhoz, nem a bárpulthoz, nem, nem. De most itt a taxi, amit hívtunk, szóval elrontottam. Ez az elment. Már is nincs gond. Ja, fejezzük be a sakkpartit. Annyira jó, hogy pont a mocskos asztalhoz kísértek. Ő lesz a pincér? Rendelek mindenkinek... Vagy legyen a konyhafőnök ajánlata. Rendelek mindenkinek... Citromos garn, bővebben, spagetti, sajtos makaroni, sült alaszka, gyümölcskosár. Mit rendeljünk, mit rendeljünk? Konyhafőnök ajánlata. Ma megint honnan van vizük? Persze, hogy az asztal alól. Tök jó, hogy ide jött, meg minden, csak nem jött elő a kaja. Vagy most mi van? Még egyszer akkor. Oké, most nem tudom mi voltam, ugye itt volt egy tányér, aztán amiatt meghűlt a játék. Most már megint nem kaptunk semmit. A vacsora pompásan sikerült, és most úgy érzem, készen állok a desszertre, amit csak Mikitől kaphatok. Egy csók tökéletesre tenni a mai estét, remélem nem vagyok túl gyors. Hova akarsz te menni, azt nem értem. Nem. Mit akar csinálni? A vacsora mennyei volt, nem tudom, hogy a legkör vagy az étel teszi, de kész vagyok Miki felé. A Miki féle desszertre. Egy romantikus csók Mikitől tökéletes befejezés lenne. Csók. Első csók. Ha!
Oha. Lounge. Gabla. Oh. Riley, egy frenetikus csok és egy mese szép rózsa. Méghozzá egy ilyen klassz pasitól, lassan azért el kellene indulnom haza. Riley, ezt a rózsát neked hoztam, francba ezt kellett volna előbb elolvasnom. Ezt a rózsát neked hoztam, bár szépsége elhalványul a tiéd mellett, de csodálatosan éreztem magam. Ez az. Mi kell? Ez vajon szerelem? Ó, képek. Harmadik fejezet. Csodás volt a randi Mikivel, a csillagfény kávézóba mentünk, ahol egy csodálatos délután töltöttünk el együtt, sakkoztunk és étteremben ettünk. Majd Miki jól lakott a desszerttel francia módra. Hihihi. Ha, de jó. Szóval, mi ez? Ez vajon szerelem? Hű, egy csodálatos csók és egy gyönyörű rózsa egy jóképű fickótól. Micsoda esténk volt. Talán lassan haza kellene mennem, holnap rengeteg elintézni valom van. Hív egy taxit és jelez, hogy haza akarsz menni. Oké. Otthon. Most viszont hazamehetünk. Randi egyszerűen tökéletes volt, valaki kapjon el, mert elájulok. Gratulálunk, feloldottad Vincent történetet. Mostantól mindkét történet elérhető a főmenüben. Rally története még csak most kezdődik, de bármikor ellátogathatsz Vincenthez is. Szóval ebből is két évad lesz, Jézusom. Szóval egy higiéniát beiktatunk, utána ürítés. Szórakozást most nem. Gyorsan felpörgetjük az időt. Utána pedig alszik. És akkor ennyi lenne ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Akkor következő részben... igen. Lassan elő fogják léptetni Riley-t, talán. Nem biztos, ezt lelokkoljuk. Nemi pénzt keresni, pénzt kapni. Pénzt keresni fog. Jövök, holnap még megy dolgozni, vagyis... Ja, holnap megy dolgozni. Mást úgy egyelőre még nem tudok, és kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy talán ez az Agora közbelép, vagy Dylan. Az Riley-nek az ex-e. Szóval, köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!